Évente hozzávetőleg 30 ezer diák vesz részt az OTP Fáy András Alapítvány ingyenes szemléletformáló képzésein. Hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen tartott rendezvényen csütörtökön, ahol 48-an vették át a végzést tanúsító elismerést. A hallgatók gyakorlatorientált, élményalapú oktatási módszertanra épülő jelenléti és digitális tréningek formájában tanultak. Pénzügyi kultúra képzés volt, azért vettem rajta részt, mert olyan pénzügyi tudatosságra tettünk szert a tanítás során, mely az életben hasznosítható. A Nyíregyházi Egyetem most hosszú távú együttműködést kötött, amely kiterjed az oktatás, a szakmai gyakorlat, a közös szakmai rendezvények, valamint a közös kutatás területére is. Megerősíti a hallgatóinkat és a kollégánkat abba, hogy jó úton járunk, és az a tevékenység, amit a gazdasági és pénzügyi tudatosság oltárán a vállalkozói ismeretek széleskörű megalapozásával itt elkezdünk, a jövő generáció számára egy olyan kitaposott utat, ösvényt kövesz ki mi számunkra a Fáy András Alapítvány, ami a térség számára is nagyon jelentős, ez egy fontos potenciál, hogy pénzügyi tudatossággal, gazdálkodási ismeretekkel felvértezett hallgatók jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Az alapítvány ügyvezetője a rendezvényen elmondta, nagyon fontos az egyetemekkel való együttműködés, a közös tudás megosztó szakmai rendezvények szervezése, valamint közös kutatás fejlesztések indítása. Hosszabb távon számos tervünk van, amivel tovább fogjuk tudni fejleszteni ezt az együttműködést. Nagy várakozásokkal jöttünk el ide Nyíregyházára. A stratégiának több olyan eleme is van, mint például közös kutatásoknak az elindítása, ami természetesen a számunkra, az alapítvány számára is nagyon fontos, olyan know-how tudunk behozni a tudományos élet felől, ami adott esetben nincs meg nálunk, illetve ami egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ami nagyon erőteljesen előre viszi az alapítványunk tevékenységét, az, hogyha a digákokon keresztül tesztelni tudjuk az új képzéseinket. Tehát azokat a képzéseket, amelyeket újonnan fejlesztünk, azokat az itteni hallgatók tesztelik, és tőlük megfelelő visszajelzést kaphatunk, ami a finomítására, finom hangolására a tananyagoknak alkalmas. A most aláírt együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Nyíregyházi Egyetemen a jövőben is folytatódik a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának, ezen belül kiemelten a pénzügyi kompetenciáinak a fejlesztése, a pénzügyi tudatosság erősítése, a gazdasági ismeretek bővítése.